Szerencsen a kulcsáranita városi sportcsarnokban a létesítmény névadójának az emlékhelyénél január 19-én koszorút helyezett el Szerencsváros önkormányzata. A virágot Nyíri Tibor Szerencs polgármestere és olárni dr. Kádas Marian címzetes főjegyző közösen helyezte el, megemlékezve az elhúny sportolóról. Kulcsár Anita, európai bajnok, olimpiai ezüstérmes, magyar válogatott kézilabdázó szerencsről származott, és mai napig őrzik az emlékét. Halála után derült ki, hogy Kulcsár Anitát 2004 legjobb női kézilabdázójává választották a Nemzeti Kézilabda Szövetség és a World Handball magazin közös szavazásán. A sportoló fiatalon autóbalesetben hunyt el 18 évvel ezelőtt.